Megjelent William Shakespeare szonetjeinek új fordítása. Én készítettem ezt a munkát, körülbelül 4,5 évbe telt, amíg újra fordítottam mind a 154 szonettet. Miért volt erre szükség? Ugye Szabó Lőrinc egy átköltést, egy lírai átköltést csinált az egész anyagból. Tehát egyszerűen mások voltak a kornak a fordítói elvei, ez nem volt rendkívüli, vagy szokatlan, vagy rendellenes, hanem az volt a koncepciója a nyugatnak, és többek között Szabó Lőrincnek is, hogy egy modern ember számára élvezhető anyagot hozzanak létre, és ezt úgy gondolták el, hogy a saját tartalmaikkal töltik fel a szonetteket. Tehát nem, hogyha mondjuk középkori elemek voltak a szonettekben, akkor azokat kiválogatták, kivették belőle, és az érzelmekre koncentráltak, a modern érzelmekre. Tehát ha valaki megnézi ezt a kötetet, akkor arra fog rájönni, hogy egészen más dolgokat érzett Shakespeare, másfajta érzelmeket fogalmaz meg a szövegben, mint ami ebből a Szabó Lőrinc féle fordításból kiolvasható. Hát, hogy konkrét pontatlanságok vagy furcsa fordítások azok akadnak, ugye a legismertebb szonettje Shakespeare-nek a 75. szonett, ugye az vagy nekem, itt esnek a kenyér, mondja Szabó Lőrinc, hát ebből csak a test meg a kenyér hiányzik, tulajdonképpen ezt szoktam mondani, mert hogy teljesen más van az angolban, szóval you to my thoughts as food to life, tehát az vagy az én gondolataimnak, mint az étel az élethez. Ez ugye nagyon magyartalanul hangzik, nem lehet belefordítani egy sorban, ez egy olyan sor, ami az összes fordításban problematikus. Ugye én azt csináltam, hogy a képzetem kíván, mint ételét. Tehát benne van az étel, ugye a tóc helyett a képzet van, ugye ami a gondolatnak egy ilyen kicsit régebbi, kicsit más jelentésű megfelelője, és tehát próbáltam szövegközelibb maradni, és ugye értéke a kiadásnak a jegyzett anyag, aminek az elkészítésében Pirkin Natália volt a segítségemre, hogy kontextusba helyezzük az egész szöveget, tehát nem csak kortárs versekkel vetjük össze Shakespeare-t, kiderült Shakespeare igazából egy szonetköltő, és nem a szonettek szerzője, egy olyan divatot visz tovább, ami akkor már körülbelül 50 éve tartott, a drámáknak az értelmezéséhez is nagyon sok segítséget kapunk, hogyha megnézzük a szonetteket. A képanyaga, a metaforikája nagyon hasonló a drámáknak és a szonetteknek. Egész érdekes párhuzamok is vannak, például a 66-os szonett és a Hamlet nagy monológia között. Úgy dolgoztam, hogy a modern kiadásokat néztem meg. Angol és magyar nyelvű szöveg van. Az angol szöveget én állítottam elő, ez picit merész húzás, de arra jutottam, hogy a sokféle kiadásnak mindegyiknek megvan az erénye, és talán tudjuk ezeket egyesíteni, egy érthető szöveget létrehozni, és természetesen a jegyzetekben jelzem, hogy mit változtatok mondjuk a Quarto kiadáshoz, tehát az első nyomtatott változathoz képest. Évszázadok óta megy azon a vita, hogy vajon ezt férfihoz vagy nőhöz írta, hogy állnak ezek a kérdések. Egészen közel tudunk menni a szöveghez abból a szempontból, hogy ugye ez a bizonyos érzelem, amiről beszéltem, amit megváltoztatott Szabó Lőrinc, igazából átírja szerelmi versekké, átír egy olyan érzelmet, ami egy férfihoz fűzi, egy érzelmi, erős érzelmi viszony, viszont mindenféle testiség nélküli viszony. És ez a mai agyunkban már nem fér bele, hiszen a szerelemnek van egy romantikus koncepciója, ami szerint a szerelem a legelősebb érzelem az ember életében. Azzal nem lehet összevetni semmi mást, a barátságot például, és ez teljesen másképp volt abban a korban, a reneszánsz korában, és az antikvitásból jön ez a tökéletes barátság koncepció, amit az előszóban ki is fejtek, hogy egyszerűen másképpen ír a férfi címzethez, mint a nőihez. Viszont a fordítás összemosta a Szabó Lőrincé, és ezért mai napig is az vagy nekem, mi testnek a kenyér, az egy szerelmes versként van fölfogva, pedig az nem szerelmes vers, hanem egy erős barátságnak a kifejezése. Megnézzük a sorozatnak a végén található verseket, ott látjuk, hogy mi az, hogy testi szerelem. Tehát ott a 127-es verstől elkezdődik egy egészen másik, nagyon erős fizikális kapcsolat, ami egyértelműen nőhöz fordul és a nő felé irányul, itt pedig egy egészen más érzelmi viszony van. Hogyha megnézzük az angolt, jambikus lüktetésű szöveg, akkor is, hogyha hangsúlyos versekben van visszaadva. Tehát ugye nem tud az angol nyelv olyan időmértéket előállítani, mint a magyar. És ezt a jambikusságot tartom én meg,
sokkal hívebben, mint a Szabó Lőzőszélre fordítás. Ők nem figyeltek annyira, az volt a feladat, hogy túlnyomó többsége jambus legyen a szövegnek. Valami 40%-ot állapítottak meg a fordítók, ami szerintem mulatságos vagy vicces, hogy az ember így százalékokat méregessen, tehát tudunk jambikusan beszélni magyar nyelven, és ezt igyekszik a szöveg is bizonyítani. Talán nem lesz annyira költői, mint Szabó Lőrincnek a változata, viszont egyrészt versenyleg pontosabb, másrészt tartalmilag hívebb, harmadrészt a jegyzetekkel alaposan alátámasztott verzió, és jó néhány téves értelmezést is kijavít. Magyar szakon a Shakespeare szonetteket elemeztük, és a tanárnő Hódosi Anna Mária Szegedi Egyetemen tanított engem. Ő mindig megegyezte, hogy az angolban más van, mint a Szabó Lőrinc féle változatban, és nem nagyon volt kivétel, tehát hogy mindig más volt. Ugye ő a metaforikát elemezte, ahol az angol alapján gondolkodott, de a magyar az rendben eltorzította ezt, kihagyott elemeket, összevont elemeket, nem hozta át, és ezért gondoltam azt, hogy ennek van létjogosultsága. Ezt a munkát nem lehetett volna megvalósítani, csak így, hogy mondjam, évtizedek alatt titokban, hanem ehhez kellett egy rendszeres támogatás, de ezt az MMA ösztöndíjpályázata nyújtotta a számomra, és az akadémiának eléggé komoly támogatása fekszik ebben a projektben, és nagyon hálás vagyok nekik is, illetve az angolos szakmának ugye a szakmai támogatást a Magyar Shakespeare Bizottság adta, akik hát Shakespeare kutatók. Nádasdi nélkül az egészet nem lehetett volna elkezdeni. Igazából, ha megnézik ezt a kiadványt, akkor hasonló munkát látnak, mint az Ádámnak a drámafordításai, csak jóval bővebb jegyzetanyaggal. Tehát biztos, hogy rengeteget tanultam tőle, az is biztos, hogy ő másképp gondolkodik a versfordításról például. Tehát ő, neki az az elgondolása, hogy nem formai ívben kell, vagy minél pontosabb formában, hanem szabadon. Azok a műfordítások, amelyek a tartalmat a forma nélkül akarják visszaadni, azok valamit elveszítenek az eredetinek a lényegéből, amit csak egy tartalmilag pontos és formailag hű fordítást tud visszaadni. Tudom, hogy a formai hűség is relatív, tehát nem lesz pont ugyanaz, mint az eredeti, de a dolgoknak a lüktetése az nagyon fontos, és egy elég erős műfordítói hagyományhoz csatlakozok én is, tehát nyilván az Ádám is egy nagy tekintély meg minden, de ott van Szabó Lőrinc, ott van Vörös Sándor, ott van Radnóti Miklós, akik mind így gondolták, Osztalány Dezső, tehát van a nyugatos hagyománynak egy formacentrikus része, és ezzel egyet tudok érteni, akkor is, ha éppen az imént kritizáltam a nyugatos hagyományt a formacentrikusság oldaláról, lehet ezt a formát még tovább vinni, és szerintem a magyar nyelv az nagyon alkalmas erre, úgyhogy bízom benne, hogy ezt a kötet is igazolja majd ezt a elgondolásomat.